Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, Isten hozott mindnyájatokat itt a Szent Erzsébet templomban, és köszöntöm mindazokat, akik az EVTN katolikus televízió közvetítésén keresztül kapcsolódnak be közös ünneplésünkbe, Magyarországról, a Kárpát-medencéből, illetve szerte a nagyvilágból. Ahogyan talán észre is vettétek, lecseréltem a miseruhámat, zöld helyett fehéret vettem föl, és ennek nem az én ízlésem az oka, hanem az, hogy ma egy különleges ünnep van, Urunk színeváltozását ünnepeljük. Ez egy fix dátumú ünnep, tehát ez minden évben augusztus 6-án van, és hát idén abban a kegyelemben van részünk, hogy ez pont vasárnapra esik, tehát ez aránylag ritkán ünnepeljük közösen vasárnap, leggyakrabban hétköznapra esik, de örülök, hogy így alakult, mert ez egy nagyon szép ünnep. Arról fogunk hallani az evangéliumban, hogy Jézus a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Erről fogunk közösen elmérkedni. Hogy tegyük ezt méltóképpen, most tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, gondoljunk vissza az elmúlt hétre, kérjük Istentől, bocsásson meg nekünk mindent, amit rosszul gondoltunk, szóltunk, vagy cselekedtünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket,
és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békességű jókaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Most hallgassuk nyitott szívvel Isten hozzánk szóló szavát a Bibliából. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Én, Dániel, az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az ős öreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzóparázsból. Tűz folyó ered belőle,
és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Láttam az éjjeli látomásban, hogy ime az ég felhőjén valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ősöreghez ért, szín elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. Ez az Isten igéje. Szent Péter apostol második leveléből. Szeretteim, nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atyaisten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá, a magasztos dicsőségből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a Szent hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendőlésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnal csillag föl nem kél a szívetekben.
Ez az Isten igéje. Legyen veletek! És a felettetek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta. Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Van bennünk egy nagyon mély vágy, amit nem is mindenki tud feltétlen így megfogalmazni. Szent Ágoston azt úgy fogalmazta meg, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik, Urunk. És ez azt fejezi ki, hogy ott van a vágy mindnyájunkban, hogy meglássuk az Istent. És persze ezt lehet, hogy ennek nem vagyunk tudatában, vagy nem gondolunk rá minden nap, de hány és hány emberrel beszéltem, illetve hát én magam is ebben élek, hogy ugyan nagyon boldog vagyok itt a Földön, és érzem a Jóisten áldását, nagyon boldog pap vagyok, és szeretem, amit csinálok. Van sok ember, aki szeret engem, és sok embert én is szerethetek. Tehát tényleg szép kerek az életem, ezért hálás vagyok az Úrnak. De valami mégis hiányzik. Nem tudom, ismeritek ezt az érzést, amikor olyan szép minden, olyan jó minden, amikor kerek az élet, szép a világ, nincsenek különösen nagy problémák, és mégis valami ott van a szívünkben, hogy valami hiányzik. És itt, amikor ezt érezzük,
akkor lehet tetten érni ezt a nagyon mély vágyunkat, hogy szeretnénk az Istent meglátni, és amit Szent Ágoston, hadd ismételjen meg, mert olyan szépen mondja, nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik, Urunk. Az emberiség történetében nagyon kevés olyan alkalom volt, amikor valakinek megadatott az, hogy földi élete alatt megláthassa Isten dicsőségét. Hát erről hallottunk most az evangéliumban, amikor is a Táborhegyen Jézus megmutatott valamit az ő istenségéből, az ő nagyságából, a hatalmából, a ragyogásából, a fenségéből. És figyeljük csak meg, hogy nem is az összes apostol volt ott, hanem csak hárman. Az a három apostol, akik a legközelebb álltak Jézushoz, Péter, Jakab és János. És nekik adatott meg, hogy megláthassák azt, amiről aztán Jézus feltámadása után beszámoltak, de, bocsánat, hogy így mondom, nem nagyon sikerül nekik leírni azt, szavakba önteni azt, amit ott tapasztaltak. Nagyon egyszerűen fogalmaznak, ezt mondják, ezt olvastuk az előbb. Jézus elváltozott, arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Ti ezt el tudjátok képzelni? Hát én próbálom, és ha őszinte vagyok, azért én ezt teljesen nem tudom elképzelni, hogy ez hogy nézhetett ki. De nem is neheztelhetünk az apostolokra, hiszen egy olyan tapasztalatban volt részük, amilyenhez hasonlóban sem volt részük soha. Meglátták az Isten dicsőségét. Úgyhogy nem is csodálkozhatunk azon, hogy ők itt dadognak, keresik a szavakat, hiszen azok a szavak, amelyek esetleg alkalmasak lennének arra, hogy leírják azt, hogy milyen az Isten, hát ezek a szavak nem is léteznek. Mert senki és semmi más nem olyan, mint az Isten, tehát egyszerűen hiányoznak a szavak. Nehéz beszélni arról, hogy milyen az Isten, nem tudjuk őt jól leírni emberi szavakkal. Nagyon kivételes és nagyon különleges lehetett Péternek, Jakabnak és Jánosnak ez a tapasztalata, hogy ők már a földi életük során megláthatták azt, amit mi, majd reményeink szerint, a földi életünk után fogunk meglátni, a mennyországban. Mert akkor mi is meglátjuk majd, hogy milyen az Isten. Látni fogjuk az ő dicsőségét. Igen ám, de legtöbbünknek, mielőtt belépünk majd a mennyországba reményeink szerint, szükségünk lesz a tisztulásra, a tisztító helyen. Miért van erre szükség? Mert Isten azt akarja, hogy ne vakuljunk meg, hogy képesek legyünk annak a hatalmas jóságnak, szeretetnek, dicsőségnek a befogadására, ami akkor vár minket, amikor meglátjuk az Istent. Ugye, Isten hatalmas, ő a legnagyobb, legfényesebb. Gondoljatok bele, ha most kimennénk a templom elé, ne próbáljátok ki, igaziból, most csak gondolatban, és nézzünk bele a napba. Hát szerintem nem sikerülne nagyon sokáig, vagy ha nagyon erőltetjük magunkat, vagy valaki lefogja a fejünket, kitámasztja a szemünket, akkor megvakulunk. Mert a szemünk nem képes arra, hogy befogadja ezt a hatalmas fényt. Tehát ezt a képet hozom, azért, hogy egy picit közelebb jussunk ahhoz, hogy miért van szükség arra, hogy halálunk után még tisztuljunk,
hogy a lelki szemeink képesek legyenek arra, hogy be tudjuk fogadni Isten hatalmát, nagyságát, jóságát, irgalmát, szeretetét, hogy ne vakuljunk meg. Mert ha belenézünk a napba és megvakulunk, az nem a napnak a hibája. Hát az a mi hibánk. Mert nem voltunk eléggé felkészülve, hogy belenézzünk, igaz? Ugyanígy, hát hogyha Isten most itt egyszerűen csak megjelenne hatalommal, dicsőségben, fénypompában, hát nem nagyon tudnánk állva maradni. Nem nagyon tudnánk a szemébe nézni, mert ott vannak a bűneink a szívünkben. És szükségünk van arra, hogy megtisztuljunk, hogy tényleg megláthassuk az Istent. Kedves testvéreim, hogy milyen lesz a mennyország? Hát én azt pontosan nem tudom, mert még nem jártam ott. De remélem egyszer eljutok. És remélem, hogy ott sokan fogunk majd újra találkozni. Amit tudok, hogy Péter, János és Jakab, ők abban a kitüntetésben részesültek, hogy már itt a földön, földi életükben, ott a táborhegyen, amit ma felolvastunk az evangéliumban, egy picit, mintha egy kulcsjukon bekukucskáltak volna a mennyországba. És amit ott tapasztaltak, azt nem tudják elmondani, mert nincsenek rá szavak. De az egész történet, és hogyha van alkalmatok, olvassátok el otthon újra nyugodtan Máté evangéliumának 17. fejezetének a legelejét. Máté 17 legeleje, hogy mi minden történik ott? Jézus arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény, megjelent Mózes és Illés, beszélgettek, és Péter annyit érzett, hogy ez nagyon jó. Péter azt akarta, hogy ez minél tovább tartson ez a pillanat, hogy lehet, hogy azt akarta, hogy ez örökké tartson, és ezért mond ilyen, hát nem mondom, hogy butaságokat, de mégis kicsit esetlennek tűnek ezek a szavak. Ha akarod, készítek 3 sátrat. Hát ebben az van benne, hogy szeretném, hogy itt maradjunk, mert itt olyan jó. Hogy milyen lesz a mennyország, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy az nagyon jó lesz, és majd mi is szeretnénk ott maradni örökre. Kedves testvéreim, a most kezdődő hétre egy kérdést adnék legszívesebben útravalóul. Erre nincs jó vagy rossz válasz, mert ez a saját életünkről szól, mindenkinek a sajátjáról. Próbáljuk meg visszaemlékezni és felidézni azt, hogy mikor volt olyan az életemben, amikor nagyon közel éreztem magam Istenhez. Bizonyára volt ilyen. Egy alkalom, vagy néhány, nem kell nagyon sokra gondolni, meg ne az legyen a válaszunk, hogy hát egész életünkben, hanem volt-e olyan, és szerintem legtöbbünknek volt tényleg olyan kiemelkedő, egy vagy néhány kevés alkalom, amikor tényleg azt éreztük, hogy nagyon szeret minket az Isten, hogy itt van a közelünkben, hogy segít, hogy megvéd. És ha ezt sikerül felidéznünk, akkor nem teljesen úgy, mint Péter, Jakab és János a hegyen, de egy picit mi is megtapasztalhatunk valamit abból, hogy vajon milyen lesz a mennyországban, amikor megláthatjuk az Istent, és örökre együtt lehetünk vele. Dear brothers and sisters, today we change the color of this holy mass. I'm not in green anymore, but it's white. Because today we have the Feast of the Transfiguration of the Lord, which is always on August 6th, and this year it happens to be a Sunday. It's good to celebrate together this beautiful Feast of the Transfiguration. There is a big desire, a deep desire in our hearts, that we would like to see the Lord. And there were these 3 disciples, Peter, John, and James, who just received this grace from the Lord, that even it was during their earthen life,
But they could see something which was the majesty, the power, the brightfulness of the Lord Jesus Christ. We can't see him this way, this special way in which the three disciples saw him. But I think if we can just think about it a little bit, when happened to me during my life when I felt myself very close to the Lord? And if I can just a little bit hang on these memories and just think about it, it can help me to feel something similar what the three chosen disciples felt. To be in the presence of God, to be in his very proximity, is something that is a grace, and in that way we can just here on earth feel something which we will feel much more in a complete, in a perfect way after our earthen life, when we will arrive to the Lord. Peter, James, and John received the grace of having the possibility to look through a keyhole to heaven. Let us live a life which is at the commandment of Jesus, and let us live a life which has its goal in heaven, where we too, we can reveal, see God, and we can stay with him forever. Amen. Kedves testvéreim, most valljuk meg a Szent Háromságos Egyistenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, teremtő Istenünket, hogy őrizze és növelje bennünk a megszentelő kegyelmet, és földi életünkön ragyogjon át Istennek ez a természet feletti ajándéka. Add, Urunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy megismerjük szeretett fiadat, és hallgassunk szavára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a megszentelő kegyelem formálja át gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőjön az anyagvilág. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ebben a szentmisében imádkozzunk különösen is a következő szándékokra.
Hálából Monostori László atyáért és áldásért a további feladataira. Imádkozzunk szeretettel elhunyt Grundstein Veronikáért. A Mészáros, a Kelecsényi és a Kovács családok élő és elhunyt tagjaiért. Imádkozzunk ugyanígy hálaadásul a közösségünkben szolgálatot vállalókért. Ajánljuk fel ezt a szentmisét szeretettel elhunyt Kurencs Annáért, elhunyt Molnár Imréért és elhunyt Máté és Miklósért. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Imádkozzunk a békéért szíveinkben, a békéért családjainkban, a békéért közösségeinkben, a békéért Ukrajnában és a békéért az egész világon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Jóságos Atyánk, szeretett fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét adtad nekünk. Kérünk engedd, hogy mindig a te tanításod által éljünk, és soha semmi le ne téríthessen minket az üdvösség útjairól, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, szenteld meg adományainkat, amelyeket bemutatunk neked, egyszülött fiad dicsőséges színe változásának ünnepén. Tisztíts meg minket a bűn szennyétől, az ő tündöklő ragyogásából, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által.
Ő, aki választott tanuk előtt, isteni dicsőségét feltárta, és ragyogó fénybe öltöztette a miénkhez hasonló testét, hogy a tanítványok szívét a kereszt botrányától megóvja, és önmagában, mint az egyház fejében, mutassa meg a dicsőségnek azt a fényét, amely majd egyszer beragyogja az egyház egész testét. És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal,
a dicsőséges vértanúkkal, Árpádházi Szent Erzsébettel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Ferenc püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keretségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a talán. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Amikor Krisztus megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van.
Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, hogy a mennyei táplálék, amelyet magunkhoz vettünk, alakítson minket hasonlóvá Szent Fiathoz, akinek isteni dicsőségét színe változásával akartad megmutatni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvéreim, letelt egy hónapos szolgálatom, holnap indulok haza Magyarországra. Szívből köszönöm, hogy itt lehettem körötökben. Köszönöm a sok imádságot, a nagyon szívélyes fogadtatást, a sok segítséget, a jól tartást. Szívemben magammal viszlek benneteket Budapestre. A Szent Margit templomba, akiről tudjuk Szent Margitról, hogy Szent Erzsébetnek a nagynénje volt, tehát ilyen szempontból a rokonság az védőszentjeink kapcsán is fennáll. Tudom, hogy nagy utazók vagytok, úgyhogy szeretettel látlak benneteket Budapesten, a Lehel téri templomban. Remélem majd ott is lesz alkalmunk találkozni. Szívből köszönöm tehát a közös imádságokat, a beszélgetéseket, a kirándulásokat, az ebédeket és az együtt töltött időt. Vendég nélkül nem maradunk, hiszen ahogy a mai hírnökből megtudhatjuk, újabb vendég érkezik egy hónapra holnap. Father Nazareth González jezsuita atya Indiából, fogadjátok őt olyan szeretettel, ahogy engem is fogadtatok. Ne feledjétek, hogy ma is van lehetőség ima szándékokat kérni Klárinál. És a végére egy jó hír, önkénteseink jó voltából, most nagy örömmel hívlak mindnyájatokat a hallba, kávéra, süteményre, ott még lehetőség lesz néhány szót váltani, és kívánom, hogy közösségeteket őrizzétek meg, és azt is kérem, hogy imádkozzatok értem. Mindent köszönök, és a jó Isten áldjon meg mindnyájatokat. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, küldetésetek van, menjetek békével.